Az Árpád kor elején a kőből való építkezés általában az uralkodóra volt jellemző, és ezért a fehér kőből emelt, esetleg fehérre is meszelt épületekhez a nagyszerűség, kiválóság, előkelőség, nemesség képzete kapcsolódott. Székesfehérvár az egykori Fehérvár megye, a mai Fehér megye székhelye. A magyar történelem minden vihara átvonult a tájon. Építészeti értékei sokszor pusztultak el, s a romokon, gyakran azok köveinek felhasználásával új és új értékek születtek. A római kori város Gorzium maradványai ma a turisták számára is vonzó látványosság. Fennmaradt töredékeiben néhány fontos későbbi emlék, amelyről sokkal kevesebbet tudnak az emberek, s olyan is, amelyet csak a szakemberek ismernek. A gótika, a reneszánsz, a török uralom időszakának építészeti emlékei közül kevés maradt ránk. Ezeket természetesen óvja a műemlékvédelem. A későbbi korok épületeinek tatarozásakor, átépítésekor is sok részlet kerül elő, amely bizonyítja, hogy hazánknak ezen a táján igényesen építettek az elődök. Székesfehérvár is a megye 1688-ban 300 éve szabadult fel a török uralom alól. Ezután az 1700-as és 1800-as években épültek zömmel Fejér megye remek templomai, kastélyai, egyházi és világi épületei, amelyek a barokkor, a klasszicizmus és a múlt századvég művészet irányzatainak jeles képviselői. A Fejér megyei műemlékincs legtöbbjét jó karban tartják jelenlegi tulajdonosai. De vannak olyanok is, amelyekre bizony ráférne a gondoskodás. Néhányukkal mostanában kezdtek el törődni, megindult körülöttük a helyreállító munka. Történelem
és a művészetek története sok szállal kötődik ezekhez az épületekhez, tájakhoz, és nem csak a remek kastélyokhoz, egyházi épületekhez, de kisebb építményekhez is. Sok minden eltűnt már az épített környezet emlékeiből. Ezért is kell védeni néhány a kastélyok értékét meg sem közelítő, ám mégis fontos kutat, házat, szobrot, ha érteni, ismerni akarjuk, ha becsüljük az előttünk élt emberek alkotta világot. Már ritkábban készülnek házaink a korábbi épületek köveiből. Egyre nagyobb a becsülete a múlt építészeti örökségének. Így végül megmaradt Székesfehérvárott egy korábban lebontásra ítélt házsor, amely az új lakónegyed mellett történelmet, kultúrát, hangulatot őriz. Rácz utca és Szerb temploma a felújítás után tovább növeli Székesfehérvár vonzerejét, amelyet nagyrészt annak köszönhet, hogy utcáin járva érezzük, mert látjuk történelmét, értékes műemlék együttesét, a városközpont évszázadokat idéző hangulatát. Székesfehérvár késő középkori világára emlékeztetnek a régi városfal maradványai, néhány részlet a későbbi építésű házakon és a teljes épségben látható szemtanna kápolna. Nem csak a város, de az ország viharos történelmit is jellemzi, hogy egy 18. századi polgárház őrizte meg számunkra helyreállíthatóan egy fél évezreddel korábbi lakóház falait. Feltárták egy törökkori fürdő részletét, s nyilván még sok korábbi épület maradványa lenne felfedezhető a mai Székesfehérvár házainak falában, vakolataik alatt. Szerencsére a 18.-19. századi épületállomány megbízói, tervezői, építőmesterei a korábbi házak elemeinek felhasználásával, esetleg azok helyén a romokból pompás várost varázsoltak, s a mi szerencsénkre ez a város áll és él ma is. Thank you.
A magyar történelemre gondolunk önkéntelenül is, ha Székesfehérvár utcáit járjuk. Hiszen államunk megalapítása meg annyi szállal kötődik a városhoz. A mocsarakkal védett dombon földvár állt, benne Géza nagyfejedelem sírját őrző kőtemplommal. Innét nem messze építette Szent István uralkodói családi templomát, mely a társas káptalannal együtt fontos állami, egyházi, gazdasági és kulturális feladatokat látott el fél ezer éven át. És ez a kor ma leginkább múzeumokban, történelemkönyvek lapjain, levéltárban és gondolatainkban él, hiszen tárgyi emléke alig maradt. 1938-ban, az államalapító király halálának 900 éves évfordulóján, a Szent Istváni Magyarország gondolatának hirdetése
Székesfehérvárnak politikai jelentőséget is adott a két világháború között. Értőkézzel állították helyre a műemlékeket. Akkor rendezték a középkori romkertet, építették a művészi értékű kőtárat, és ebben helyezték el István királynak a Nemzeti Múzeumból visszaszármaztatott szarkofágját. Géza fejedelem egykori templomának csak az alaprajza látható a Szent István székesegyház előtt. Az István építette királyi bazilikát az utódok többször átépítették, bővítették, és a régészek, történészek, műemlékes szakemberek megfejtették a leletekből az épület együttes históriáját. Itt volt a középkori Magyarország egyik egyházi központja. Falai között törvénykeztek, ottaktak, történelmet írtak. Itt koronáztak meg 37 magyar királyt és 39 királynét. Ide temetkezett 15 királyunk, 9 királynénk, hercegek és az uralkodók családtagjai. Az államalapító királyra emlékszik az ország, létrehozójára emlékszik Székesfehérvár városa, szinte minden sarkán, köveiben, polgárai gondolataiban. Örvendez királyi város, Székesfehérvár, nagyon. E nagy király valóságos székhelye benned vagyon, mert te őrzöd dicsőséges, boldogságos tetemét. Ő nevével vagy te ékes, boldog város, büszke légy.